8 játékos van egyszerre a pályán. Két csapat, 2x4 játékos. Át kell vinni egy vonalon a labdát. A tiszta játékidő az 4x8 perc. 10 másodpercenként le kell pattintanod, vagy le kell passzolnod. 12 másodpercet át kell vinni a térfélen a labdát. 40 másodperc a támadási idő. Kiállítás van. 1 perc, 2 perc. Sportszerűtlen viselkedésért például. Hátulról, oldalról mennek bele valakibe, és így hirtelen kifordítják oldalra. És full kontaktos játék. Törekszünk, hogy minél hamarabb nekik adjuk a labdát, ők pedig áttörnek mindenem, mint egy ilyen igazi vaddisznó. Így belülről ülve játszva már nem tűnik annyira keménynek. Ha csak nézőként nézem, akkor igen. Persze, szeretem csinálni, végre valahol lemozoghatom a felesleges energiáimat. Jó a csapatszellem, hát ilyen apróbb konfliktusok mindig vannak, mert mindenki másképp értelmezi a pályán a helyzetet, hogy kinek mit kellett volna éppen csinálni és hogyan, de összességében jól meg vagyunk. Valami hozzáért. Hát annyira nem. Mondjam azt, hogy az esélytelenek nyugalmával megyünk, de nem, van esélyünk egyébként.
kezdetektől fogva oszlopos tagja a csapatnak. Otthon dolgozik, mint programozó, így neki különösen jól esik az edzések kedvéért kimozdulni a négy fal közül. Balesete után neki is kellett egy-két év, hogy rendbe jöjjön önmagával és az új életével. Előtte is én nagyon vidám, jókedélyű voltam, sportoltam is előtte, tehát nekem feltétlenül cél volt, hogy valami értelmes dolgot csináljak ezután is. Sajnos elég nehezen tudtam megtalálni. Hát ez a sport volt az, amelyik úgy igazán passzol hozzám.